Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek titeket is! Én vagyok jelenleg itt Nyíregyházan a diákpolgármester, lehet néhányan ismertek is. Azért szerettem volna én is néhány szót mondani, hiszen van egy csodálatos eseményünk, amit mi diákparlamentnek nevezünk. Ugye ezt minden évben megrendezzük, és a tavalyi év folyamán lehetőségünk adódott arra, hogy beszálljunk mi is minimálisan is, de akár egyre többre a Hello Nyíregyháza rendezvényébe. Ugye lényegében az ottani megjelentek, és mi, mint diákpolgármesteri iroda szerettük volna azt, hogy egy nagyobb fellépő, akár Jude Law érkezzen ugye a Hello Nyíregyházára, és lényegében ugye ez lenne a mai nap fénypontja, hogy mi fiatalok tehetünk valamit a városban, és lényegében bármit elérhetünk, hogyha mindenki ugye tesz érte, és felszólal, és mondja az ő saját véleményét, és minden egyes program ötletét. Szóval szeretettel várunk mindenkit a Nyíregyházi Diák Polgármesteri Irodába. Nagyon köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és átadnám a polgármester úrnak a szót. Nagyon szépen köszönöm. Hát mindenkit nagy szeretettel köszöntök, és örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, mert a történet valahogy úgy szól, hogy tavaly adtak nekünk három javaslatot előadókra, akik jöhetnek ide Nyíregyházára, és Jude Law-t választottuk. És már megérte feljönnöm, mert itt van egy olyan írás, hogy csoda vagy faszi, mert gondolom, hogy ez nem nekem szól, de én is egy ilyen fél csoda vagyok valószínűleg. Szóval ez csak a fiataloknak szól. Én nem szeretném húzni nagyon a mondandómat, én mivel látom a korosztályt, azt kívánom nektek, hogy szórakozzatok jól, fogadjátok az önkormányzat ajándékát úgy, ahogy olyan kedvesen, ahogy nektek szántuk. Aki érettségizik és érettségi előtt áll, annak nagyon sok sikert kívánok a felnőtt életéhez. Aki meg nem, az meg bekelje ki még ezt a másfél hónapot az iskolában. Szóval nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok nektek, önöknek a Jude Law koncerten. Fogadjátok szeretettel Nyíregyháza ajándékát! Köszönöm szépen!